Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című hírösszefoglalónkat látják Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. Március 15-én a Lengyel Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium 35 tagú küldöttsége, intézményvezetők, gyakorlati oktatók és tanárok érkeztek Gyomaendrőre, akik részt vettek Gyomaendrőn és Mezőtúron a hivatalos megemlékezéseken. Egy lengyel delegáció látogatott el a mai napon, most Mezőtúron vannak, de egyébként Gyomaendrődre. Mit tudhatunk erről a látogatásról, hogy létrejött ez a látogatás? Több mint másfél évtizede működünk eredményesen a Lengyel Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakképzési intézményi hálózatával. Ez az együttműködés diákok és szakemberek szakmai gyakorlatáról szól az Európai Uniós Erasmus Plus program keretében. A gyakorlatok célja a magyar és a külföldi fiatalok összehozása a szakmai programok keretében, a duális képzés megvalósítása Magyarországon, a jó tapasztalatok átvétele. Ahhoz, hogy ez a szakmai kapcsolat működjön, hozzánk látogatott egy 35 fős delegáció a lengyel minisztériumból, ezek lengyel szakiskolák igazgatói az egész országból, gyakorlati oktatók, és Gyomaendrődön jöttek megnézni a Betlen Gábor szakiskola szakkérdési kínálatát, és természetesen előnek Mezőtúra is, hiszen egy kibontakozó, nagyon jó projekt van folyamatban Békés megye és Ász-Nagykun-Szolnok megyével, különösképpen Gyomaendrőd meg Mezőtúrral, ez a Bivaj projekt, amiről már nagyon sokat beszélünk, és nagyon örülünk, hogy Mezőtúr város polgármestere, Herceg Zsolt úr meghívta ezt a lengyel delegációt, hogy megosszák velünk a március 15-i nemzeti ünnepünk örömét és magát a maga ez a cél, hogy itt vannak a lengyelek, ez azt mutatja, hogy a lengyel és a magyar barátság hagyományosan jó és erős. Mi a célja ennek a látogatásnak, és hogyan érzik magukat itt Gyomaendrődön? Děkám, že vaša přijezda, tuto nás na Węgrzech, jak vy tu sebe počúvajte? Dzień dobry, jest to nasza kolejna wizyta na Węgrzech. Przyjeżdżamy tutaj z nauczycielami ze szkół rolniczych z całej Polski. Celem wizyty jest poznanie rolnictwa i systemu edukacji rolniczej na Węgrzech. Jesteśmy, jak powiedziałem, już kolejny raz. Mam nadzieję, że współpraca między polskimi szkołami rolniczymi i szkołami rolniczymi na Węgrzech będzie się dalej rozwijać. Köszönti az úr a magyar tévénézőket. A látogatások célja a csoportnak, amely a lengyel az egész ország szakiskola igazgatóiból és gyakorlati oktatóiból tevődik össze, a szakmai kapcsolatok megerősítése, Magyarország gazdaságának és szakképzési kínálatának tanulmányozza, és természetesen új programok, projektek megbeszélése Gyomaendrőddel, meg Mezőtúrral. Örülünk, hogy itt vagyunk, és örülünk, hogy önökkel megosszuk az ünnep örömét. Mikor érkeztek ide, és meddig lesznek itt? Kolibé do nás priekeli i dokit vi u nás ostaniecie? Przyjechaliśmy wczoraj, niestety mamy tylko 3 dni na ten pobyt. Dzisiaj zwiedzamy tutaj okolice, a jutro wybieramy się do Budapesztu. Csak tegnap este érkeztünk, és 3 teljes napot maradunk itt, aminek a célja az ünnepen való részvétel, szakmai programok megvalósítása, meg természetesen Budapest fővárosunk felfedezése. Mezőtúrváros önkormányzata március 15-én ünnepséget rendezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. A program 10 órakor a belvárosi református templomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, ahol igét hirdetett Éger Ádám lelkész vallástanár, míg a római katolikus templomban Ondavai Tibor pápai prelátus tartott szentmisét. Ezt követte a városi megemlékezés. Mezőtúr város önkormányzata március 15-én ünnepséget rendezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. 11 órától a városi megemlékezésnek az esős időjárás miatt a Városháza díszterme adott otthont, ahol ünnepi köszöntőt mondott Ondavai Tibor pápai prelátus. A 168 évvel ezelőtt történt események felidézése számomra mindig ünnepet jelent, annál is inkább, hogy a rendszerváltozást követően március 15-e nemzetünk számára ünnepnappá lett. Miért szeret az ember ünnepelni, és mi történik az ünneplés folyamata alatt? Az ünneplés egy sokrétű gazdag folyamat, melyben sok minden történik. Ha bármilyen ünnepre gondolunk, amit meg is ünneplünk,
akkor látnunk kell a következőket. Az ünneplés kiemel minket a hétköznapi szürke napokból, és beilleszt egy értékbe, amelyet az ünnep hordoz. Az ünnep az embert gazdagítja, nem az eseményt, amit ünnepel. Az ünnep akkor ünnep, ha az ember jelen van, azaz kapcsolatba kerül azzal, amit vagy akit ünnepel. Mivel legtöbbször nem az ember önmaga az ünnep központja, az ünneplés abban is segíti az embert, hogy egy picit kilépjen magából, azaz elfelejtse magát, és észrevegye, hogy az élet sokkal nagyobb, mint ő. Az ünnep megment minket az önzéstől, a magunkba eséstől. Az ünnep nem csak egy eszméhez kapcsolódik, hanem emberekhez is. Majdnem, hogy botrány egyedül megülni egy ünnepet, ami közös. Közös események, családi, állami vagy vallási, igénylik mások jelenlétét. Muszáj valamikor találkozni azokkal az emberekkel, akiknek az egyénnel azonos értékük van. Ezek az emberek közösséget alkotnak, mégpedig egy olyan közösséget, amelynek identitását az ünnep írja le. Az ünnepeink és az ünneplésünk megmutatják, hogy milyen nép vagyunk, azaz kik vagyunk, mint nép. Az ünnepelt eseményt nem lehet befolyásolni, és nem lehet azon változtatni. De ahogyan ünneplünk, annak az eseménynek értelmét, értékét és mondani valóját tapasztaljuk meg újra és újra. Ezen a napon, ami csak a miénk, magyaroké, nem az akkor történt eseményeket szeretném felidézni, hanem egy értéket, annak az eseménynek egyik értékét szeretném mindannyiunk elé állítani, a hazaszeretet erényét, amit az ünnep hordoz. Örök bölcsesség, csak az a nép lehet és maradhat szilárd, amelynek eszményeit a dicső múlt emlékeiből meríti. Ezután a Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai műsorát tekintette meg a teltházas közönség. Az intézmény tanulói felelevenítették az 1848-as eseményeket. Figyeljetek, polgártársak! Felolvasom nektek azt a folyamodványt, melyet Irény József szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat rázgi át egész Európát. A létező állapot többé nem maradhat. Nincs idő többé hosszas várakozásra vagy tanácskozásra. Az eszmék már megértek. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Úgy van, igaz! Petőfi verset írt a banketre a zsarnokság ellen. Halljuk, halljuk! Nem érünk rá várakozni, szaporán, mert jókorban holnap késő lesz talán. Ha bennünket mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek. Igaz, úgy van, tenni kell! Tegnap láttam Berantén egy ifjút a Pilvaxba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval, ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elébe vártak, a büszke magyar Rákóczi nép elé. Itt az alkalom kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell vívni! Uraim, uraim, Párizsban győzött a forradalom, Európa lángban áll. Nekünk is tenni kell ezért valamit. Úgy van, foglalók pontobb a követeléseinkkel. Én már címet is adtam neki. Mit kíván a magyar nemze? Na de uraim, gondolkozzunk józanul. A bécsi udvar rögtön fegyverrel rontana nekünk, mihelyt kitennénk a lábunkat az utcára. Igaz, igaz, de a katonaság mellénk állna. Bécsben győzött a forradalom, az uralkodó elmenekült Burgból. Hallottátok, ez jó men. Itt az idő, mindent előkészítettünk. Induljunk hát, a jó szerencső legyen velünk. Várjatok még, írtam egy lelkesítő költeményt. Talán felolvashatnánk, de az eleje vagy nem az igazi.
Hallgassátok, rajta magyar híja haza. Felkelésre, forradalomra akarod buzdítani a népe, tedd hát azt. Milyen igaz, barátom, nem rajta, hanem talpra. Legyen a kezdő szó talpra. Talpra magyar híja haza. A műsor után a megemlékezés a hagyományokhoz híven koszorúzással zárult a Kossuth szobornál. Jász-Nagykun-Szolnok megye esély-szociális közalapítványa szervezésében a hulladék nem csak szemét címmel rendeztek vetélkedőt mezőtúron. Színes, érdekes programokkal várták a gyermekeket. A Jász-Nagykun-Szolnok megye esély-szociális közalapítványa szervezésében a hulladék nem csak szemét címmel vetélkedőt rendeznek a Városi Oktatási Centrumban. Mit tudhatunk ennek a vetélkedőnek a részleteiről? Az esély szociális közalapítvány minden fontos társadalmi ügyjel kapcsolatos lehetőséget figyelemmel követ, így a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság pályázatára figyeltünk fel, amely arra adott lehetőséget, hogy itt a Nagykunság néhány iskolájában, illetve a diákokat, gyerekeket, fiatalokat és a lakosságot érintően abban a kérdésben arra a kérdésre irányítsuk a figyelmet, hogy hogyan tudjuk a környezetünk állapotát megóvni, hogyan lehetséges az, hogy a szemét, amely mindannyiunknak mindennapi kérdés jelenthet, hogy a szemét ne lepjen el bennünket, hogy hogyan lehet a hulladék gazdálkodásra, vagy egyáltalán a hulladék kezeléssel foglalkozni, és azra jutottunk, ahogyan a programot előkészítettük, együttműködésben dr. Barancsi Ágnessel, aki a Nemzeti Vidéki Hálózat referense, hogy az egyik legfontosabb dolog a szemléletformálás. A szemléletformálásra adott lehetőséget ez a pályázati program. Mi úgy gondoltuk, hogy többféle munkaformában, többféle találkozási lehetőséget biztosítunk az érintetteknek. Így 5 iskolában egy-egy előadás, illetve információs nap, információs óra keretében beszéltünk a diákokkal, gyerekekkel erről a kérdésről, azon a szinten, amely nekik is a mindennapjaikban megfelelő. Azt találtuk, hogy ez a kérdés, mármint a hulladékkezelés és a szelektív hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés senki előtt nem ismeretlen. Azt tapasztaltuk, hogy természetesen ez a gyerekek, diákok számára ismert kérdés. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy ez is egy olyan dolog, amiről többször is kell beszélnünk több összefüggésben ahhoz, hogy megfelelő viselkedéssel, környezettudatos magatartást érhessünk el. Tehát 5 helyszínen indult a programsorozatunk, ezeken a helyszíneken játékos formában, de komolyan, a kérdésről komolyan, szakmai megalapozottsággal hallhattak a gyerekek, totót tölthettek ki, ajándékokat nyerhettek, és a mai nap az egy találkozási lehetőség, amelyre pályázatot írtunk ki, hasznosítható hulladékokból, tehát nem veszélyes hulladékból. A gyerekek pályaművekkel készülnek, az információnk szerint elég sok pályamű érkezik. Rajz, kis szobor, mi magunk se tudjuk, tehát hogy valamiféle művészeti, valami kreativitást mozgató alkotás, és ennek a pályamunkának a kapcsán különféle játék lehetőségeket biztosítunk a gyerekek számára, és mindegyik játék lehetőség, mind a kézműves műhely, mind a mozi, mind a teke valamilyen módon kapcsolódik a hasznosítható hulladékhoz. Ez egy vetélkedő egyébként, és ennek a vetélkedőnek lesz valószínűleg nyertese is. Mit tudhatunk a zsűriről, ugyanis egy zsűri is értékeli majd ezeket a pályamunkákat? Igen, hát a zsűrinek ugyanúgy, mint minden versenyen nagyon komoly feladata lesz. A zsűri elnöke Berez Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke, a zsűri tagja még dr. Nagy Tibor környezetvédelmi szakértő, és miután kreatív munkákról is lesz szó, ezért megnyertük az ügynek Kardos Tamás fotóművészt, és mint szervező én is részt veszek a zsűri munkájában. Hát még az elején vagyunk, az előkészületek tartanak, de az a hírem van, hogy mindenkinek fogunk valamilyen
díjat, és mindegyik alkotást értékelni fogunk. Tehát nem az a cél, hogy első, második, arany, ezüst, bronzérmet adjunk, hanem sokkal inkább az, hogy kapjonak egy örömteli visszajelzést arról, hogy ezzel a témával ők most foglalkoztak, és ehhez az ügyhöz hozzátettek valamit. A Hulladék nem csak szemét címmel egy vetélkedőt rendeznek mezőtúron a Városi Oktatási Centrumban. Miért fontos az, hogy a gyermekek megismerkedjenek a hulladék újrahasznosításával? Vannak olyan ügyek, olyan témák, így a környezetvédelem is, és ezen belül a hulladékok újrahasznosítása is, amit nem lehet elég korán kezdeni. Így nyilvánvaló, hogy gyermekkorban célszerű ezt a tudatformálást, ezt a szemléletformálást, inkább így mondom, elkezdeni a gyermekeknél, és ebben nagyon nagy szerepe van az iskolának, az intézménynek, és természetesen a szülőknek otthon is. Mindemellett fantasztikus dolognak tartom, hogy itt mezőtúron ma egy ilyen rendezvény sorozatnak a záróállomásán lehetünk, ahol egy kicsit tanórán kívüli és családon kívüli foglalkozás keretében is megvalósulhat ez a szemléletformálás a gyermekeknél. Azt tudomásul kell venni, hogy senki nem lesz születésénél fogva környezettudatos és környezetvédő. Ezt erre nevelni kell, erre szokatni kell a gyermekeket és önmagunkat is, hiszen nagyon sokszor mi felnőttek is nem biztos, hogy úgy cselekszünk és úgy fogyasztunk tudatosan, ahogy az a környezetünknek mindenkoron a legjobb legyen. Ezért nagyon fontos az, hogy erre legyenek ilyen alkalmak, amikor külön figyelünk, és mi is felnőttek viselkedésünkkel példát tudunk mutatni a környezetvédelem területén is a gyerekeknek. A világ az elmúlt időszakban nagyon sokat változott, gondoljunk csak abba vele, hogy amíg ezelőtt 30 évvel nagyszüleink, dédszüleink, vagy akár sok évtized ezelőtt teljes kannával mentek el a tejért, nap mint nap, ahhoz képest most hazahordjuk a boltokból, reklámszatyorban, műanyagpalackokban a tejet, az ásványvizet, és hosszasan sorolhatnám. Természetesen ez komfortos, ez jó, csak ehhez meg kell tanulnunk azt a fajta tudatosságot is, hogy hogyan kell ezekkel a hulladékokkal utána bánnunk, hogyan kell ezt feldolgoznunk ipari körülmények között, és mint ahogy látjuk a mai nap folyamán, nem csak ipari körülmények között is, hanem a művészet eszközeivel is készülhetnek olyan eszközök, amik a háztartás szép részeit képezhetik. A mai alkalmon egy több állomásos vetélkedőn vagyunk, és a gyermekeknek pályamunkákat is el kellett készíteniük. A zsűri elnökeként hogyan fogja értékelni ezeket a pályamunkákat, milyen szempont alapján? Azt gondolom, hogy ez egy tipikusan olyan verseny, ahol nincs jó és rossz megoldás. Aki itt van, aki egy picit is próbált tenni azért, munkálkodni azért, hogy a környezetvédelemre felhívjuk a figyelmet, hiszen el kell mondani, hogy ez a mai nap természetesen nem fogja megoldani a problémákat. Egy ilyen alkalomnak pontosan az a fő feladata, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy beszéljünk róla, hogy közbeszéd legyen egy picit az, hogy igen, a gyerekeknél is megvalósítható az a fajta szemléletformálás, hogy vigyázzunk a földre, vigyázzunk a környezetünkre. Így, mint ahogy mondottam, nincs rossz és jó megoldás, minden egyes pályamunka azt gondolom, hogy fantasztikus, így az előzetes megtekintés alapján is. Itt esetlegesen talán az esztétikum, vagy esetleg a praktikum lehet, ami egy picit befolyásolhatja a zsűri munkáját, így engem is, de én maximálisan örülök annak, hogy a gyerekek itt vannak velünk, és nagy köszönettel tartozunk ezért a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Esély Szociális Közalapítványnak is, hogy felvállalt, a zászlajára tűzte ezt a mai napot és ezt a fontos célt, és hogy itt lehetünk ma. Úgyhogy minden gyermeknek és minden pedagógusnak nagy köszönet. A fő cél igazából megvalósult azzal, hogy itt vagyunk és beszélünk erről a témáról. Az, hogy fantasztikus alkotások születhetnek, ez már a habatortán. Dr. Enyedi Mihály településünk új edzője megkezdte munkáját mezőtúron. Az elkövetkezendő időszak terveiről és a kitűzött célokról számolt be televíziónknak. Dr. Enyedi Mihály mezőtúr városának új edzője megkezdte a munkát. Milyen célokat és feladatokat tudnak kiemelni? Hát a hirtelen célom és feladatom az, hogy felvenni a hivatalnak a ritmusát.
beilleszkedni a munkahelyi közösségbe. És hát, hogy beszéljek a munkáról, első és legfontosabb dolgom az, hogy megismerjem a helyi szabályokat, a helyi rendeleteket, ezeket amennyiben szükséges átformáljam úgy, hogy ezeket én szeretem alkalmazni, és hát nem utolsó sorban a testületi munkának a ritmusát, ezt mindenképp át kell vennem. 31-én testületi ülés, ezeknek az anyagoknak kész kell lenni, úgyhogy jelenleg is már ezeket ellenőrzöm, ezeket nézem át. Halad a munka, hál' Istennek, nem panaszkodok. Egy-egy felmerült probléma esetén hogyan vehetik fel önnel a kapcsolatot a lakosok, és milyen ügyekben tud segítséget nyújtani? Mindenek előtt javasolom azt, hogy a fogadó órámon keressen a lakosság. Amennyiben nagyon sürgős ez, ugye abban az esetben persze feljöhetnek nyugodtan az irodámba. Volt már ilyenre példa, ezután sem fogok ettől elzárkózni. Hogy milyen ügyekben jöhetnek hozzám, én azt mondom, hogy jöhetnek bármiben. Tehát ami jogi igény, vagy jogi dolog, keressenek, nyugodtan segítek benne. Ha más nem, abban tudok segíteni, hogy útba igazítom őket, megmondom, hogy melyik szervhez, hol kell fordulni, és milyen lehetőségeik vannak. Fejes Imre zeneszerző, zenetanár és oba a művész születésének 119. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést március 18-án Mezőtúron a Mesekert óvodában. Az eseményre stábunk is ellátogatott. Fejes Imre zeneszerző, zenetanár és oboa művész születésének 119. évfordulója alkalmából tartanak március 18-án megemlékezést Mezőtúron a Mesekert óvodában. Milyen jelentőséggel bír Mezőtúr életében Fejes Imre munkássága? A munkássága két szempontból is kiemelkedő és nagyon fontos Mezőtúr számára, hiszen ha megnézzük, ő egy nagyon szegény sorban született ember volt, és szorgalommal, tehetségével kiemelkedett világszínvonalra, ha szabad így mondanom, és ezzel mind Mezőtúr város hírnevét, mind a helyi nóták hírnevét, dicsőségét is, ha szabad így mondanom, reklámozta, illetve népszerűsítette, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen a népzenét is belesződte az ő zenei munkásságába. Én úgy gondolom, hogy ennél fontosabb dolog nincs, hogy megőrizzük hagyományainkat, zenéinket, és olyan módon feldolgozva, hogy az a nép nagy részének is tetszik. Tehát én mindenképpen példaként értékelem a munkásságát, hogy nem szabad föladni, ha nem születtünk milliómos sorba, tudással, szorgalommal mindent át lehet hidalni, csak akarni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki arra vár, hogy a sült galamba szájába repüljön, az nem egy megoldás, itt az ő példáját kell mindenképpen figyelnünk. Fejes Imre születésének 119. évfordulójára emlékezünk a mai napon a Mesekert óvodában. Mit tudhatunk ennek a megemlékezésnek a múltjáról, illetve hagyományáról? Ez hagyományosan itt történik ebben az óvodában, amióta felavattuk az emléktáblát, immár 5. éve, és a gyerekek részt vesznek mindig az ünnepségen, ezen kívül a családtagokat is mindig szeretettel várjuk. Most sajnos nem tudtak eljönni betegség miatt a leszármazottak, Straub Dezső is az unokatestvérük, ő is jelezte, hogy valószínű, hogy fog jönni, de még nem érkezett meg. Milyen programot állítottak össze erre a mai napra? A mai napon köszöntővel kezdünk, utána a Mesekert óvoda gyerekei adnak egy kis műsort, utána az életútját fogja ismertetni Patkós Éva városi képviselő, és utána a Fejes Imre dalaiból egy dalcsokrot adnak elő a klubtagok, illetve Major Mihály, és ezt követi a koszorúzás, ahol pedig a Mezőtúri utcák, házak című dalt fogjuk közösen elénekelni. Egy emléktáblát is állítottak több évvel ezelőtt. Miért erre a helyszínre esett a választás? Nem itt született, hanem tudjuk, hogy a Szalma úton, viszont nem tudtuk oda elhelyezni, mert nem egyezett bele a tulajdonos, azért került ide. Fejes Imre zeneszerző, zenetanár és oboa művész születésének 119. évfordulójára emlékezünk március 18-án a Mesekert óvodában. Milyen jelentőséggel bír Fejes Imre munkássága művészeti szempontból? Jásznakon, Szolnok megye úgy teljes egészében nagyon gazdag művészeti értékekkel és művészeti hagyatékkal rendelkezik, és hát természetesen itt most jelen pillanatban meg kell állni egy picit Mezőtúron, és ki kell emelni, hogy Mezőtúrnak a zenében, a muzikalitásban, a művészetek területén milyen elhanyagolhatatlan szerepe és kulcsfontossága van. Így a mai nap folyamán nagyon fontos arra rávilágítani, hogy Fejes Imre milyen hagyatékot, milyen nagyon értékes muzikális hagyatékot hagyott ránk nótáiban.
Mezőtúr egy nótázós város, ha szabad így fogalmazni. Mezőtúron nagyon sokan szeretik a nótát, nagyon sokan szeretnek énekelni. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy fantasztikus népdalcsoportok vannak, népdalénekesek, nótaénekesek. És én azt hiszem, hogy az, hogy Mezőtúr ebből a szempontból is kiemelkedő lehet a megyében, az nagyon fontos tényező, adalék, hogy Fejes Imre mit hagyott ránk. Fejes Imre olyan nótákat és olyan zenei hagyatékot hagyott ránk mondani valójában, hogy ezt mindenképp ápolnunk kell, és ez a mai nap ez ezért különleges, hogy Mezőtúron mi igenis tudunk emlékezni azokra az elődeinkre, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. És Fejes Imre is ilyen, neki a gyönyörű szép nótákat köszönhetjük, amiben én azt hiszem, hogy igazán bizonyította, hogy ő mezőtúri, mezőtúrért élt és alkotott nótáiban. És ebből a jelenkorban mi is táplálkozhatunk. Egy dolgunk van, amellett, hogy természetesen így megemlékezünk évről évre, az ő nótáit, az ő nótáinak mondani valóit ezáltal dúdoljuk, énekeljük, és majdan továbbadjuk, ha lehet, ha tudjuk. Köszönöm figyelmüket, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Egy hét múlva március 25-én is várom Önöket hírösszefoglalóval. Viszontlátásra!